az új rét itt. Itt. Nézd meg az LCD-met. Itt közze? Ez nem új rét, de? De az új rét itt volt. Ott. Kus legyen már oda át. Ott van, álljál, a sapkás. Takadj be onnan azzal a telefonnal! Kitette ide ezt a sok telefont? Ott volt az előbb, láttam. Csak ott van, ott akar, takarja az a sok telefon, de ott van. Mi meg nem hallunk semmit tőle. Összes. Itt van kb. A közben, ahol a két tábla van. Nincs tájban. Rendszer írt a Terence Hillnek, ez egy nyílt levél, ebben a könyvben megtalálható. Ez egy kicsit zanzásított verziója az eredeti levélnek. A lényeget megpróbáltuk itt a rendezőkkel összeszedni, hogy jó legyen. Tetszik látni, milyen jó fejek a fényesek csinálnak nekem fényt. Megtapsoljátok őket! Nem világít a szemetekre? Biztos? A barátság egy lélek. Egy olyan lélek, mely két testben lakozik. Milyen szép gondolat, Arisztotelész egyébként az eredeti szerzője. Ezt is odaírta a kis levél elé, Bud Spencer. Így szól a levél. Kedves Terence, ott vagy. Ne lepődj meg a fejezet címén, mert a cím arról szól, hogy Bud Spencer és Terence Hill viszálya, ez a cím ennek a fejezetnek. Ne lepődj meg a fejezet címén, valószínűleg sokan dörzsölik már a tenyerüket, és izgatottan várják, hogy Bud és Terence közötti viszály hogyan alakult ki, miből áll, és a filmvászon túl mi történik, és esetleg bunyókkal tarkított kapcsolat van-e közöttük. Hát sajnos, aki erre várt, az mellé nyúlt. Idáig soha lelepülett titok nincs, innentől kezdve, ami ugyan kevésbé épületes, ám az egyebbe dugja a példányszámot. Nos jó, nos jó, nos jó, hát akkor már is elálljunk. De és én soha nem vesztünk össze, még csak átmentileg sem váltuk el útjaink egymástól. A cím csak szükségmegoldás, azért, hogy fenntartsa a forrásaink figyelmét. Bocsánat. Sajnos mi ketten nem szolgálhatunk botrányokkal. Mind a ketten teljesen normális, békés emberek vagyunk. Kicsit ugyan csalódottak amiatt, hogy nem kapunk olyan filmes ajánlatokat, amelyekben újra párosként léphettek fel, ugye akkor még élt ő is. Azok után, hogy több mint 30 éven át zsíros bevételekkel ajándékoztuk meg a filmipart. A legkülönfélebb filmekben, olyanokban, ahol nem bonyolultuk, bizonyítottuk be, hogy van még bennük szufla. De az idő múlik, és minden változik. A műfaji film, amit beleszerettünk, ma már egyszerűen nem létezik. Hát barátom, majd meglátjuk. Egy valamit azonban most már kijelenthetek. Bármikor szívesen csinálnék olyan filmet, amelyben újra a partnered lehetnék. Ide figyelj, Terence! Lefogadom, hogy a 70-es, 80-as években, amik is kettősünk hatására jelentősen megemelkedett a világon a bab és a csirke fogyasztása. És talán a pisztácia is. Első filmünk az Isten megbocsánat, én nem, után egyikünk sem gondolta, hogy ez a jelenet a hosszú verekedéseknek még csak a kezdete volt. Egy életen át fogunk verekedni, legalábbis addig, amíg fizikailag képesek vagyunk rá, és a közönség élvezi filmjeinket. A filmekben te mindig a jót játszottad, aki igyekszik megérteni a világot, igyekszik segíteni másokat. A hétköznapi életben is ez egy meghatározó tulajdonságot, ezentúl a természet, és a gyengék iránti tisztelet. Azt mondhatom, hogy a valóságban csak körülbelül 50%-ban vagyunk olyanok, mint a filmvásznak. A másik 50% csak megjátszott. A valós életben végtelenül szerint minden agresszivitástól mentesen bennek ismertelek meg. Velem kapcsolatban pedig a hajánál fogva kell előráncikálni olyan esetet, amikor behúztam valakinek. Őszintén remélem, hogy ez nem fordul elő, mert hogy nincs mások haja. A 70-es évek közepén a sikereink nyomán elérkezett meglátszott az idő, hogy klónozzanak minket,
hogy ezzel a modern szóval éljek, azt jelenti, hogy utánozták filmeinket. Ennek eredményeképpen számosan alkotás született, amelyek szinte hajszál pontosan ugyanolyan voltak, mint a mi népszerű western végjátékaink. Ez egészen odáig ment, hogy még a reklámplakátokat is ugyanazzal a képanyaggal nyomtatták ki, mint a miénket. Nagyon sok kalandfilm készült, amelyek a mi sikerünkből próbáltak hasznot húzni, mégpedig úgy, hogy újraforgatták filmjeink jeleneteit. A verekedések, a babzabálások, csirkefogók, stb. Tényleg a leghihetetlen dolgot művelték. A filmipar akkoriban persze nagyon termékeny volt, pimasz és eleve. Logikus volt, hogy a sikerfilmek farnizére ülve minden rendelkezésre álló eszközzel lemásolják majd azokat. Engem személy szerint ez egyáltalán nem zavar, azon sem bosszantottam fel magam, hogy utánoztak bennünket. Mindig is a népszerűség jelének tekintettem, hogy máshol. Elvégre a másolat mégiscsak az eredeti iránti vágyat és ragyogást jelenti. Nem hiúságból mesélem el mindezt, hanem csak hogy megmutassa, a siker értéke túllép a kulturális korlátokon, egy film elismertsége az egész világon kézzelfoghatóvá válhat, sőt, további sikereket is generál. A filmjeink komikus aspektussal párbeszédekben rejlene, soha nem tudtuk volna felkelteni a nemzetközi publikum lelkesedését, mert a publikum minden olyan formája, amely a szavakon nyugszik, fordításkor, elvi korlátokban ütközik, sőt, egy-egy dialógus minden országban másképpen hangzik. A titok, amit mi mind a ketten felfedeztünk, anélkül, hogy kerestük volna, az egyszerűségében rejlik. Két barátot, vagy két testvért játszottuk, akik külsejüket tekintve nagyon különbözőek, de valahol belül egyformán. És ha a jók megvédik a gyengéket, a gonoszok vereséget szenvednek, nagy hibát már nem lehet elkövetni. Az igazságosság iránti igény egyetemes, az okos tojások pedig egy rendkívül elterjedt és bonyolult emberfajta, akiknek minden országban, mindenkorban megtalálható egy-egy példa. Én abból a szempontból egyébként nagyon rosszul vagyok ellátva, hogy panaszkodjak. Ezért most inkább befejezem ezt a levelet, mielőtt a nosztalgikus módban révedésztől képtelen lennék elmarzsolni egy-egy könycsepet a szemembe. Terence, miénk a jövő? Ki tudja, talán még le se forgattok legjobb filmünket. Ez a levél így nem egy búcsú levél, hanem sokkal inkább szánom meghívónak a következő spagettizése nálam otthon, és ha nincs ellene kifogásod, akkor én főzök, úgy, ahogy mindig. A fogyókúrázási mániád az egyetlen dolog, amit soha nem bírtam benne. Azt se bánom, ha még mindig ki kell pontosan mérnem a spagetti adagot, amit a tányérodba teszek, mert én így szeretlek. Nekem már az is elég a boldogsághoz, ha látok egy teli fazekat. Hát én azt hiszem, hogy ilyen szépen barátságról, munkáról, egymásról. Találkozni személyesen, ők tényleg ilyenek. És annyira jól látni, itt olyan csillagos szemben nézett mindenki, senki nem nézte az óráját, mindenki hallgatta, értette. Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, de már szaladok is, átadom a színpadot, a terepet, a muzsikának, a zenének, érezzétek jól magatokat. Hogy kaptuk mi meg ezeket a szerelőt a Pistával, hogy kaptuk meg ezt a szerelőt? Ezt azt hiszem 1980-ban volt, de a filmet azt korábban forgatták, tehát akkor kerülve csak hozzánk, a különben dühbe jövünk. Ez egy nagyon helyes, akkori szinkronrendező bácsi osztotta ránk, márpedig, úgyhogy azt mondta, hogy ez lesz a bújtor, ez lesz az új réti. Tehát így kaptuk meg, és hát rögtön nagyon nagy siker. Majd utána jöttek, tehát ez még a rendszerváltás előtt volt, mert akkor még nem jöttek annyira ezek a filmek, úgy egyet-egyet ilyen fesztiválokon megvettek. Utána jött a, nem tudom pontosan, majd a megint dühbe jövök. És akkor elkezdődött egy, amit akkor nem is vettünk észre, mert mind a ketten ezt úgy fogtuk fel, hogy ez egy gyerekfilm. Úgy is beszéltünk róla, hogy tudod, és akkor most azért van, nagyon egyszerű volt. Hát mind a ketten elég gyakorlott emberek voltunk már akkor, hogy nagyon úgy volt megcsinálva a technikája, nem mint a mai művészfilmek, hogy
úgy vannak összevágva, hogy előbb kezdi a színész a szerepet, utána úszik rá a kamera az arcára, hanem itt mindig az volt, egy az egyben elkezdte, majd egy az egyben másik kezdte. Úgyhogy egyszerű volt, és akkor csinált verekedéseket. Tehát magyarul úgy fogtuk föl, mint a gyerekek. Nem tudtuk akkor azt, hogy ebből mi lesz. 10-11 évvel ezelőtt. Illetve ezután. Elkezdtek a 90-es évek közepén ezek a fánklubok alakulni. És akkor ilyen érdekes telefonhívásokat, meghívásokat kaptunk, és egyikre én elmentem. Ha jól emlékszem, Gyulán egy ilyen a Körös árterében egy ilyen víkendházba hívtak meg. És ott volt egy olyan, hát egy olyan 10-15 tagú társaság, akik nagyon kedvesek voltak, mondták, hogy lesz ebéd, mi lesz az ebéd, hát hagymásba. Hát én akkor nem tudtam, hogy, illetve tudtam a filmből, hogy mi a hagymásba, csak nem gondoltam, hogy ilyen kemény étel a hagymásba. Én nekem nincs rossz gyomrom, vidéki gyerek vagyok, úgyhogy még a disznózsírt is nem ittam. De a hagymásba az nem akár. Abból elegettem egy olyan kis tányérral, hát pár napig éreztem. Na, nem ez volt a lényeg. A lényeg az volt, hogy föltűnt a társaságban egy fiú, rövid nadrágban volt, jó idő volt már, rövid nadrágban volt, kiderült, hogy német a fiú, és mikor egyszer fölállt, észrevettem, hogy a vádlián hátul az egyikre, akkor még nem volt nálunk ez a, tehát nem is volt ilyen tetoválás, nem lehetett látni, mint most. Az egyikre rá volt tetoválva a vádliára a Bud Spencer, de gyönyörű színes, vagy szegen, a másikból a Terence, hát én hájultam, néztem. És mondom, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy azért mi kell ehhez, hogy egy fiatal ember ilyen módon a saját testét is elkötelezze valamiféle hobbinak, vagy szenvedélynek, vagy őrületnek. De még akkor mindig nem értettem igazán. Eltelt megint egy pár év, és megint kaptam egy telefont, egy meghívást, hogy Velencén a strandon lesz egy ilyen, szintén egy ilyen fánklub rendezésében egy találkozó, és hogy szeretnének egy ilyen talkshow, egy ilyen beszélgetéssel engem meghívni. Hát nagyon kedvesek voltak, nagyon sokan voltak, beszélgettünk, kérdezgettek mindent, hogy volt, meg tehát ilyen szakmai jellegű kérdéseket. Vége volt, majd utána elindultunk kifelé. Ahogy indultunk ki a strandról, azt láttam, hogy egy hosszú asztal a strand bejáratánál, ami tele volt kazettával. Tehát már akkor ugye, akkor már több film is megjelent, és kazetták is megjelentek. És néztem, láttam, hogy valami ilyen nagy stráf van a kazettákon, ilyen fehér, fekete betűkkel. Mondom, itt kísért ki, mondom, hagyd nézem már meg, mi az. És láttam, hogy a következő illetve felirat volt rajta, hogy eredeti szinkronnal. Hát akkor picit elgondolkoztam, beültem a kocsiba, és az jutott eszembe, hogy érdekes. Nem csak ők, most már látható, mi is klasszikusok lettünk. Anyuka egy olyan 10 év körüli fiú
kigurulva a sétál, és nagyon néz visszafele rám, mert miközben mi beszélgettünk. És néz vissza, utána leültünk pár perc múlva, a hölgy oda jön hozzám, és azt mondja, honnan ismerem én magát, annyira ismerős valahonnan. Hát, úgy rétileg nagyobb tisztelettel. Azért, és? Hát mondom, színész vagyok. Jaj, színész! És hol is jár? Mondom, a József Attila színész. Jaj, persze! Hát láttuk a Milyen Megőrt, a Made in Hungáriát, a stb. Sorolja. Majd odaforul a kisfiúhoz, de azt mondja, te nem voltál velünk színházban, te ezt honnan tudod? Mire a kisfiú rám nézett, mondd te, a te hangod miért? Na most itt az évek során különböző ilyen felkérések találtak meg. A feleségem szintén a szinkron szakmában dolgozik, ezt a filmet is, a szinkronját is ő rendezte. Na egyik nap a következővel állított haza. Van egy kollega, akinek van egy vidéki barátja, aki ilyen vállalkozó. És most indít be egy piacot. És azt mondja, borzasztó nagy Bassmeister Terenci rajongó, és szeretnének egy ilyen vicces szöveget írni, hogy azt mondja majd a városban, fogják hangszorokon játszani. Hát mondom, hozzák be aztán. A következő szöveget kellett felmondani. Kedves polgártársak! Mindenkit szeretettel várunk városunk új bevásárló centrumában. Közvetlen a volt Lóvásártér mellett. Én is ott leszek, Terence Hill. Meg voltunk hívva a szomszédba egy ilyen bulira, és kiderült, hogy ott is akadt egy pár ilyen Bassmeister Terenci rajongó, és összeismerkedtünk az egyik fiúval, aki pár napulva megkereste az Ágit, és azt mondta neki, hogy jaj, azt mondja, képzeld el, van egy születésnapi buli az egyik barátom, akar valami vicces dolgot csinálni, és hogy egy szöveget fölmondaná a férjed. Azt mondja, írjátok le, majd fölmondjuk. Következő szöveget kaptam. Ez ugye a születésnapi köszöntő. Kibéreltek egy nagy vidéken, egy nagy ilyen tanyát, vagy nem tudom, és ott lett volna ez az egész. Következő volt a szöveg. Kedves Feri! Bocsánat, nem mondtam el valamit. Azt találták ki soknak, hogy teljesen üres lesz a kocsma, vagy amit kibéreltek, és egy adott pillanatban megszólal egy hangszóró, tehát üres volt minden. És megszólalt a következő. Kedves Feri! Tudomásomra jutott, hogy életed egy kerek évfordulójához érkeztél. Azt is tudom, hogy barátaid mindent megtettek, hogy ez egy nagybetűs ünnep legyen. De sajnos senki nem jött el. A meteorológiai előrejelzés óriási hóviharokat prognosztizált, annak ellenére, hogy július 15-e. De én itt leszek veled, legfeljebb együtt megyünk ki a szabadba, lovas szállon. Barátsággal, Terence Hill. És mi a poén, hogy a fák közül 150 ember lépett be az udvarra. Na, még valami. Volt egy érdekes dolog egyik televízió csatornával. Már eltelt, nem tudom mennyi idő, már 2000-es évek volt, és hát jöttek különböző filmek, amiket annak idején nem vettek meg, és most
utólag megvettek, és hát szinkronizáljuk. Nem is tudom, olyan rossz napon volt, fölhívtak, és azt mondta az egyik stúdióból, és azt mondta, hogy van egy Terence Hill film, azt mondta, csak jól benne, hogy hát mikor érsz rá. És mondom, hogy mikori film? Mondom, fiatalkori? Nagyon? Azt mondta, hát igen, elég fiatal. Mondom, hogy jaj, gyerekek, hát akkor keressetek valakit más. Hát már én kettes a hangom, nem, van 30 vagy 21 hány év, úgyhogy ne, keressetek mást. Eltelt egy fél óra, itt szól a telefon, és ennek a csatornának, nem mondom a nevét, a csatorna igazgatója jelentkezett. Azt mondja, jó napot kívánok. Azt mondja, mi a probléma? Hallom, hogy valami problémája van, hogy nem akarja leszinkronizálni a Terence Hill filmet. Hát mondom, hát elment az idő, nem olyan a hangom már. Hát egy fiatal emberről van szó, hallom, hát miért nem keresnek valami mást? Azt mondja, szóval nem anyagi jellegű a probléma? Hát mondom, az anyagi, akik el se jutottunk. Azt mondja, akkor ne törődjen vele, csinálja. Úgyhogy csinálta. X-Osztot csináljatok, az mindent bele. Újra jelentem, egy jó hírem van, megérkezett. Főhős hat kérek egy nagy tapsolat. És azért szerettem volna még egyetlen gondolatot elmondani, és aztán tényleg most már felgyorsulnak itt az események a színpadon, hogy Laci munkássága, amellett, hogy természetesen mindannyian a szívünkbe zártunk Terence Hill magyar hangjaként, fantasztikus színházi szerepek, rengeteg televíziós és filmre forgatott, mert régen ugye még celluloid szalagra forgatták a filmeket. Hát nagyon sok ilyen szerepben láthattok az elmúlt esztendőkben, úgyhogy szeretném, hogyha nem csak a szinkron hangot, hanem a színész legendát is megtapsolnák. Úrjátok! És szaladok is tovább, hogy minden hamarabb oda kerüljünk, jó? Egyetlen kis sztori, kettő. Három, kezdődik. Mezőkövesdel. Amíg fűzlek is. Mezőkövesdel maradtunk az unokáimmal, és a Zsórifürdőbe jártunk át, és egy bizonyos helyen lejártunk minden nap ebédelni. És azt hiszem a második vagy harmadik napon jött a... Láttam, hogy a hölgy úgy nagyon néz, és azt mondja, és mögötte volt egy másik, az is így néz. Azt mondja, ne haragudjon, mondja már meg, hogy ki maga, mert annyira ismerős, és nem tudunk aludni, ha nem aludni. Hát pironkodtam egy kicsit, majd a 9 éves gyerek azt mondja, hogy az új Réti László. Mondom, igen, én vagyok ő Réti. A megszólal a kisebbik, a 8 éves, azt mondja, hát a Terence Hill. Mire a hölgy tágra nyitotta a szemét, és azt mondta, igen, beszéljen. Még egy rövid, meghívtak egyszer egy ilyen dedikálásra a Dürer kertbe egy gyönyörű kiadványt, és nagyon sokan álltak sorba, megvették ezt, biztos ismerik ezt a nagy szép könyvet, amit akkor 8000 forintért árultak, és hát rend, és mondtam, hogy én dedikál, mondtam, nem Terence, hát én írjam alá, igen, maga, na mindegy. Nagyon sokan álltak, és egyszer csak jöttek, egyszer csak egy kis gyerek, kislány állt ott, és azt mondja, én is kérek egy autóra, mondom, ne haragudj, nem volt nála semmi, ne haragudj, mondom, hát hova? Azt mondja, hát tetszik tudni, én, nekem nincs erre pénzem, én nem tudtam megvenni ezt a könyvet, úgyhogy ide, és mutatta a kis kezét. Na, és a üzenetjegyzétő történet biztos sokan hallották már.
ugye a 90-es évek elején jött be hozzánk ez az üzenetrögzítő, amit rá lehetett kötni otthon a telefonunkra, és hát akkor mindenféle különböző ilyen bejelentkező szövegeket találtak ki az emberek, ami vicces, stb. És akkor már ugye nagyon sok Bud Spencer-Terence Hill filmet szinkronizáltunk, és egy reklám stúdióban voltam, valami Renault reklámot mondtam föl, majd jöttem ki, és szaladt utána egy fiatal ember, és azt mondja, hogy én voltam ennek a hangmérnök, ennek a reklámnak. Megtenne, hogy fölmondan egy mondatot, és én fölveszem. Mondom, jó, írd le, és oda megyek a mikrofon elé, megnézem a cédulát, és a következő volt ráírva. Jó napot kívánok! Gazdám nincs itthon, hagyj üzenetet, Terence Hill. What was the first time when you met with Bud Spencer, and how was it? We know it's a funny story, but would you take time and tell us, please? Yes, if you don't know all know it and you want to hear it, I'm glad to tell you that. Esetleg valaki nem tudja, akkor nagy örömmel elmesélem, hogy hogyan találkoztunk először Bud Spencerrel. So, Bud Spencer was in Almeria, Spain, in the desert, southern Spain, shooting a movie. The original title was The Cat, The Dog, and The Fox. And Bud played the dog. It so happened after 1 week, the actor that played the cat broke his foot. Ja, az történt, hogy Amariában, Spanyolország déli részén forgattak egy filmet a sivatag közepén, és annak a filmnek az volt a címe, hogy a macska, a kutya és a róka. És a kutya szerepét az Bud Spencer játszotta, de a macska szerepét játszó férfi eltörte a lábát. So, how did he break his foot? He did something that no man should do. Attacked physically his fiancée. He had a condom, and he did something like this. I imagine. They told me he went like this to his fiancée, and she went like this, and he hit the wall. És ez a színész valami olyasmit tett, amit egy férfinak soha nem szabad megtenni egy nővel. Veszekedtek a mennyasszonyával, és meg akarta rúgni. Csak közben a hölgy félreugrott, és szépen belerugott a falba a színész. And he broke his foot so badly that he couldn't work anymore in the film. Annyira súlyos sérülést szenvedett, hogy eltörte a lábát, hogy nem tudott már forgatáson részt venni. So the director had to leave Almeria quickly and find another actor to play the cat. He went to Rome and after research found me and said, you're a good cat, better than the other one I had. Rendezőnek gyorsan kellett találni valaki mást erre a szerepre, úgyhogy elrepült Rómába, néhány embert meghallgatott, és aztán végül engem kért fel a szerepre, és azt mondta, hogy tulajdonképpen jobb vagy, mint az eredeti. Bud Spencer was in Spain, so we had to go, I had to go real fast to Spain because the crew was there, not working, and they spent money,
And was that time within how much money? És ugye gyorsan el kellett repülni Spanyolországba, hiszen ott volt Bud Spencer, meg a stáb többi tagja, és nem volt túl sok pénz arra, hogy csak ott álljanak a színészek és ne dolgozzanak. So I had to fly quickly to Madrid, and when I arrived in Madrid, there was a man from the production with a very old car, and said to me, said to me, yes, I'm going to take you to Almeria. Because in those days there was no airport, there was no autobahn, it was just a street like this. So after a whole night, after 12 hours, I arrived in Almeria. És ugye Madridba repültem, onnan viszont autóval kellett menni Almeriába, hiszen nem volt se repülőtér, se autópálya, csak egy ilyen nagyobb vacak kanyargós út volt, úgyhogy egy 12 órás zötyögős út után érkeztünk meg az éjszaka közepén Almeriába. So I was tired and I said to myself, oh, finally I'm in Almeria, I'm going to the hotel and sleep. És azt mondtam, na végre megérkeztünk Almeriába, akkor most elmegyek a szállodába és alszom egy jót. But the man said, no, I have an order, I'll take you right away to the circle. De azt mondta a sofőr, hogy szó se lehet róla, én azt az utasítást kaptam, hogy azonnal a forgatás helyszínére kell vigyelek. So, he took me to the set and left, and I saw that the crew was, you know, not far away, and I saw that two women started coming, walking towards me. És ott hagyott engem a sivatag közepén, nem volt túl messze a stáb, és aztán látom egyszer csak, hogy két nő elkezd felém sétálni. So, one woman took out of her bag a towel, and put this the towel in front of me like this. Az egyik nő kivett a táskájából egy törölközőt, és ezt szépen így elém rakta. And then she said, take your pants off. So I turned around, and the desert, it was not with nobody, so I took off my pants, I gave it to her, and she said, put these on. És akkor megfordultam, hogy látja valaki, de mögöttem csak a sivatag volt, úgyhogy ezek után ott a törölköző takarásával levetettem a nadrágomat, adott egy másikat, hogy ezt tegyem föl. So you have to know that at the time, as I said, the budget was low, there wasn't much money, and there was no trailer. So the only place I could wear the cowboy costume that I hadn't tried before was just behind a towel. És ugye mondtam már, hogy alacsony költségvetési film volt, nem volt arra pénz, hogy legyen külön öltöző, vagy egy busz, ahol át lehet leöltözni. Úgyhogy az egyetlen módja annak, hogy felvegyem ezt a cowboy szerelést, az a törölköző mögött. So she said, you know, take your shirt off, put this shirt on, the boots, and she got me the belt with the gun, and this, oh, I like that now, with the gun here. And so she said, come with me. And we walked over to where the crew was. És aztán ugye sorba vettem le és föl az újabb ruhadarabokat, úgyhogy teljes cowboy öltözetbe átöltöztem. Az már tetszett, amikor az én után jött az öv, és az övben volt a pisztoly, cowboy csizma, egyebek. És akkor, mikor ezzel kész lettünk, akkor mondta, hogy jó, akkor most elviszem a stábhoz. Yeah. So when I arrived, the director said to me, it was a big man there, said, this is the guy, is the actor who plays the dog, Bud Spencer. he is the cat. And I said, Piacere. És akkor a rendező oda vitt egy ilyen nagy darab fickóhoz, és azt mondta, hogy na, ő játssza a kutyát, te játsszod a macskát, ő a Bud Spencer, bemutatkoztunk egymásnak, örvendek. Now I was almost angry, and I went to the director and said, I'm not to shoot any scene because I prepare myself. I studied the lines, but you didn't give me the script,
So how can I go into a scene now without having studied? And I'm going to go right away back to Almeria and go to sleep. És akkor már kezdtem egy kicsit mérges lenni, és azt mondtam a rendezőnek, hogy nem kaptam forgatókönyvet. Azt se tudom, miről szól. Nekem elegem van az egészből. Megyek vissza a szállodába és alszom. But then he said, no, no, don't worry, don't worry. The first scene that you have to play is a fight between a cat and a dog. Az első jelenet, az egy bunyó jelenet, hogy a macska meg a kutya összeverekednek. And I said, a fight? And Bud Spencer said, are you afraid? Bunyózni kezdve, és azt mondta a Bud Spencer, azt mondta, hogy félsz. And Jack Rich said, you little, are you afraid? Sőt, szó szerint azt mondta, hogy kicsike. And I say, you gordo, be careful, I'm very fast. Én meg azt mondtam neki, hogy ide figyelj, te kövér, vigyázz, mert én meg gyors vagyok. Those are the first words that we exchanged, but then we became real friends, and you know how it ended up. És ugye ezek voltak az első szavaink egymáshoz, de utána nagyon jó barátok lettünk, és azt már a többi már történelem. This situation that the other actor broke his foot was for Bud and me our luck. And I think it was a coincidence. És ez a dolog, hogy a másik színész eltörte a lábát, tulajdonképpen volt a mi szerencsénk Buddal. Tehát egy véletlenből adódott a mi találkozásunk. Because if you try to form a team of two guys like Stanley and Ali, or I don't know, it's not easy. This was just a chance. And Bud used to say, well, you can't form a, you know, a team with your mind. If I take the best actor, Paul Newman or Orson Welles, I don't think they'll work together. So this was something that just happened, and we really worked very well together. És ugye nehéz összehozni egy jó párost, vagy egy jó csapatot, egy Stan és Pan páros például, mert ezt nem lehet előre fejben eldönteni, hogy a két legjobb színészt összehozom, mondjuk Paul Newman, Orson Welles-el, és akkor majd ők egy jó páros lesznek. Úgyhogy Bud is azt mondta nekem, hogy ez egy esély volt számunkra, és működött. So now we have to do the fight. So, ezek után persze még sor került a bunyóra. Yeah. So the cat kept hitting him with the spurs, but he could never catch the cat. Ugye a macskát nem lehetett elkapni, és a csizmáján sarkantyú volt. Yeah, because it was written this way. It was a very clever fight. But at the end, the dog was supposed to hit the cat with such a punch that he would fall on the ground and be sleeping for 2 hours. Csak hogy ez a macska, tehát ez meg volt így írva a forgatókönyvben, ez a macska a kis sarkantyújával ügyesen arcol, meg mindenhol érzékeny helyeken rúgdosta a kutyát, de a végén a kutya együttéssel leteríti a macskát. Now, was what kind of punch could be so strong? So we were discussing this for quite a while, more than half an hour, 40 minutes. És ugye sokat gondolkodtunk azon, több mint fél órán keresztül ott a rendezővel, hogy mi lehetne az az együttés, amivel sikerült leteríteni a macskát, hogy többet ne kelljen föl. Yeah, they had seen so many punches in those days. So, after a while, Bud said, I know how well hit it. Like with a hammer, like this. Sok variálás után végül is Bud Spencer mondta, hogy jaj, tudom már, hogy hogy fogjuk csinálni, mint hogy egy kalapáccsal fejbe verném föntről lefele.
And that became Bud Spencer's mark, you know. És igazából ez lett az ő trademarkja, Bud Spencernek ez a fight. And made all our fights. And made all our fights much more funny and very original. And some other people tried to do it, but they couldn't do it as well as we did. És ugye ettől váltak igazán érdekessé, viccessé a mi bunyóink, és mások is megpróbálták ezt utánozni, de nem tudták olyan jól csinálni, mint mi. So, this is the story, how we met. Is it a chance? Is it destiny? Well, we don't know. But that's what it is. So I see a lot of you here, and I really appreciate your warmth and your affection. All day I was in contact with you, and so I want to thank you from my heart for your affection, and let you know that I have a great affection for you as well. Szépen megköszönöm önöknek, hogy eljöttek ide ma este, ugye napközben nem sikerült nekünkkel találkozni, és érzem azt a szeretetet, ami felém árad. Szeretnék mindenki biztosítani, ugyanezt a fajta szeretetet és barátságot érzem az itt lévők you. I hope to see you again. Thank you very much. Kitette ide ezt a képen.